Na sziasztok, az én nem van, és sveciket, lányok, első beszívezet. Rég volt már értelmes kommentek sorozat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt folytatjuk. Az utolsó heti vlogban, amit még hogyha nem láttam volna, akkor itt megtalálod. Ebben a videóban ugye arról beszéltem, hogy elköltöztem Sopronból, milyen a Budapest élet, stb. Viszont rengeteg olyan hozzászólás jött, amiből úgy gondolom, hogy lehetne válogatni egy ilyen fincsi értelmes komment sorozat. Lássuk azokat a kommenteket. Jó lesz, hogy itt a zene hangot párszor. Nem értem, hogy miért mondod, kire tudjuk arra, hogy normális hangerő legyen a videók alatt. Már értem, miért költöznek el a szomszédok, miután ide jöttem. Ez ugye vicces sztori. Beköltöztem, és 6 napra rá? 6 vagy 7 napra rá közölték, hogy a szomszédok elköltöznek. Biztos volt valami oka. Szomorú vagyok, mert nem vagy Sopronban, azt szerettem a házadban, hogy ahol a csomagokat nyitottad, azt tetted. Én tudom, hogy nem a csomagok a lényegek és az, ami a csomagon benne van, hanem a szoba, ahol kinyitod, úgyhogy sajnálom, kicsit segítek ezen neked. Csak neked extra külön kiadásban lesz a régi fal. Remélem megfelel. Azt hittem, hogy már a politika véget. Nem. Ezen a csatornán nincsen politika. Majd a heti vlogban elmondom, hogy miért nincs. Nagyon egyszerű az oka egyébként. Viszont a következő választáson majd én is indulok. Annak a videónak a cím majd az lesz, hogy próbálj meg miniszterelnök lenni. Iratkozz fel. Azt adnám, ha a falra olyan rajzokat ragasztanál, amiket a nézőid készítenek el. Hát de nem látjátok, hogy ott van? Ott van mögött. Vitted magaddal az új riasztódat? Nem, az új riasztómat nem hoztam ide. Úgy gondolod, hogy ez sokkal komplexebb, sokkal összetettebb berendezés kell, ami igazából így működik. Székre gyűjtünk Barninak. Állj! Hányszor mondjam? Nem kell szék. Szeretném, hogyha tudnék. Akár itt megjelenni, vagy akár itt megjelenni. Gratulálok a Videós Gálán nyert díjathoz. Köszönöm szépen! MMU itt van. MMU itt van. Még akkor is, hogy ezt a kategóriát nem akartam megnyerni. Twitches nézők már tudták, mi a helyzet. Kövess be Barni Twitchen, hogy te is megtudd. Ez így van. Lent a leírásban találsz a Twitchről egy linket. Kövess be, és akkor te nem fogsz lemaradni semmiről. Nem követsz be? Akkor te mint valószínűleg le fogsz maradni mindenről. És a legtöbbet feltett kérdés. A videó szét volt konkrétan spammelve ezzel a kérdéssel. És mi lesz az új fallal? Valamilyen számotokra ez volt a legérdekesebb kérdés. Ez nagyon egyszerű, amikor én festettem át a falat, akkor én még nem tudtam, hogy el fog költözni. És úgy voltam vele, hogy mivel márciusban tudjátok, hogy minden nap feltöltöttem egy videót, ezért úgy gondoltam, hogy hát ne azelőtt a agyon koszolódott fal előtt üljünk, úgy döntöttem, hogy átvesszük az egészet, és lesz egy szép letisztult háttérünk. Viszont, kérdés, átvessük-e ezt a falat? Vagy pedig oldjuk meg kicsit ilyen. Nekem, én hozzáteszem, nekem nagyon tetszik a fehér szín, esetleg egy-kettő ilyen lámpát, vagy valamit hátulra be lehetne rakni, vagy cucca. Barni út Budapesten jó döntés volt, mert ez az, amit még nem tudok. Egyelőre nyilván úgy, hogy ez egy jó döntés volt, de ez majd az idővel fog eldőlni. Vagy pedig attól, hogy a galambok megszállnak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, dobjatok fel egy lájkot, és ha nem tetszett, akkor iratkozzatok fel. Feldobok egy élményt, hogyha írás, akkor azonnal lesz egy outro, hogyha fej, akkor még kaptok valami vicces bevágást.